Kedves jó, szeretett testvérek, Krisztus király vasárnapja van. Ugye gyakran a mi atyánkban is úgy mondjuk, hogy jöjjön el a te országod. Igazából eredetileg ugye úgy van, hogy latinul úgy mondjuk, hogy adveniat regnum tuum. Jöjjön el a te uralkodásod, a te hatalmad. Nagyon-nagyon fontos. Tehát igazából azért imádkozok, hogy Isten vezessen, uralkodjon bennem, rajtam, hogy az ő én tetteim az ő akaratai szerint történjenek. Nagyon izgalmas kérdés ez, hogy mitől lesz Isten akarata megvalósul bennünk. Ugye, mi boldogságos szüzanyát tiszteljük. Jó Isten angyala által szól, hogy meg kéne szülni a kis Jézust. És hát Isten akaratának engedelmeskedve Mária azt mondja, legyen nékem a te igéd szerint. Tehát mondhatnánk azt, hogy igen, Isten uralkodott Mária fölött. Nem tudja pontosan, hogy lesz, mind lesz, de igen mond. Ott van a gazdag ifjú. Jézus maga hívja személyesen, gyere, kövess engem, de ő azt mondta, hogy jaj, nekem ott van a Szentírás, ott van a proféták, parancsolatok, azok mondják el nekem, hogy mit kell tegyek, és nekem ne te mondd el. És elmegy, és Jézus szomorúan néz utána. Igen, valakinek, hát hogy mondjam, az írott betű mindennél fontosabb. Leírt szabályok, így van, ezt kell tenni. Aztán valakinek nem a Szentírás, vagy az írott proféták, vagy a hagyomány, vagy a múlt, parancsol, van, akinek a félelmei parancsolnak. Ja Isten, csak valami baj ne legyen, én inkább nem is, itt sem vagyok. Ugye Nagy Szent Teréz mondta, hogy ha egy lélekkel Isten valami nagy dolgot akar csinálni, az első erény, amivel megajándékozza, a bátorság lelke. De ugye, legyünk teljesen őszinték, bátorság kell például ahhoz is, hogy hát egy valaki azt mondja, hogy ő Magyarországról szeretne eljönni hozzánk nevelőnőnek, és vállalja a munkát, bátorság. Vagy azt mondja, hogy 12-es vagyok, és hát neki megyek annak az érettségének. Hát az osztályunknak fele nem szokott neki menni az érettségének. Én neki megyek, bátorság. Tehát Isten hiába üzen, mond, mutat valamit, ha Mária olyan, jaj, de csak félénk lett volna, akkor azt mondja, ha Isten, inkább valaki másra, én kicsi vagyok, jaj, én nem tudom megcsinálni. És hát akkor is Isten valahogy emberé lett volna, egész biztos, csak most nem Máriát, hanem egy Kingát, vagy egy Annát, vagy valaki más tisztelnénk. De Máriában volt bátorság, volt egy kis vagányság, mert igen mondani az Istennek. Tehát ahhoz, hogy én Istenre hallgassak, kell bátorság. Aztán még mi kell? Hát ugye összeszedettség, összpontosítás. Hát ez kell a tanuláshoz is, mert hogyha te hol az ablakon nézel ki, hol a gombjaiddal játszol, hol a laptopot nézed az online órán, akkor biztos, hogy összevegyül minden, nem lesz belőle tanulás. Tehát, hogy igen, most ez az 50 perc, ez a számtanóráé. Na hallám, kedves tanárnő, 50 percben mit tud nekem szervírozni? Valami izgalmasat. És akkor mindent félre raksz.
Persze, hogy akkor is lesz, hogy viszket a hátas, meg kéne vakarni, meg hogy mondjam, eszedbe jut, hogy már milyen rég nem ettél, és ottan talán van két szem cukorka, na, és akkor essünk neki is, fogyjon el. De akkor logikus, hogy az a számtan hús nem fog menni. Tehát Jézus Krisztus ezt is elvárja tőlünk, hogy hát akinek ő a király, az ne, ma most Jézus vezet, aztán holnap ilyen vágyaim vannak, holnap után arra kíváncsi vagyok, és hogy minden nap csavargatom össze-vissza a kormányt. Igen, eldöntöttél valamit, menj hosszan azon az úton, Isten akaratának érzed azt, hogy legyen meg az érettségi, nem? Hát akkor most a többiek mennek sétálni, a puszi, bye-bye, majd megvárlak. És te oda ülsz, tanulsz. Vagy hogy mondjam, úgy érezted, hogy azt a lányt el kell vegyed feleségül, Isten akaratának érezted, akkor utána jöhet bármi. Mit tudom én, Angela Jolie, hogy mondjam, akármilyen szép ruhába, egy kávéra szer lehet, hogy meghívod, de nem, neked van egy feleséged, te örök hűséget esküdtél az oltár előtt, ez van, kész, egy ember, egy szó. Nem kell, Isten biztos, hogy nem állandóan licsi-locsi, te se kell állandóan ide-oda hajladozzál, nem, megvan az útad, menj tovább. Igen. Igen, ahhoz, hogy Isten legyen a királyunk, Krisztus legyen a királyunk, ahhoz nekünk álhatatosak kell legyünk, kitartóak. Tegyük a magunk dolgát. Látjátok, hogy több mint 6000 gyereket fogadtunk be. Volt olyan gyerek, aki azt mondta, na jó, hogy kiszáll tovább, nem akar menni. De ti is tudjátok jó, hogy egy gyereknek nem engedtük el, 30 év alatt a kezét. Megfogtuk, és fogjuk. És az is, amelyik gyerek kirepült, és azt mondta, hogy neki elég volt a 6 osztály, és akkor az anyukája, vagy valaki elvitte, azt is bármikor szívesen, szeretettel fogadjuk. Miért? De úgy gondolom, a Jóisten nem játszik velem, hogyha atyám itt a kicsi Dórát idehozta, Éva nénivel együtt ide hozzánk, akkor biztos, hogy Jóisten nem fogja azt mondani, na jó van Csaba testvér, most foglalkozz valami egyébben, például csillagászattal, az is nagyon izgalmas, érdekes, mindig is érdekelt, na most hagyd a gyerekeket, aztán majd lesz valami velük. Nem, amíg Isten erőt, egészséget ad, hát én próbálok az én családommal törődni. Igen, kitartás. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy tehát Isten, azt akarod, hogy te Isten, Krisztus legyen a te királyod, hát akkor le kell számolni a félelemmel, kisítűséggel, a reménytelenséggel, de le kell számolni ezzel a csapongással is, hogy hol ide, hol oda, és akkor még miről kell leszámolni? Hát azt hiszem az indulatokkal. Mindenkiben vannak indulatok. Hát ezek az indulatok az, amikor valami nem úgy megy, hogy akarom, most a franc egye meg. De mégiscsak így kéne menjen. Tehát Jézus Krisztus, nézzük meg, ott nagy csütörtök, nagy pénteke, hát ő neki volt egy elképzelése a világ megváltásáról. Menj el atyának, mondja, hogy hát ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen, ahogy te akarod. Tehát Jézus, és akkor nem megy, virágvasárnapján bevonul. Hát, hogy mondjam, na, hát hogy olyan egyszerű, kicsi liba fejetekkel, hogy nem értitek, hogy ha ti a gyűlölet az erőszak útján maradtok, kövön Jeruzsálemben nem marad. Jézus elsírja magát. De nem kezd kiabálni, nem kell árinkodik, nem erőszakoskodik, nem próbálja lenyomni a torkán ezeknek az embereknek ezt az egészet. Nem. Szabad akaratuk van. Tehát, hogy ott a kereszten, hogy nézi az ember, hogy nincs benne indulat. Szenved. Fájdalmai vannak. De tud parancsolni saját magának.
Hát ha azt szeretnéd, hogy Krisztus legyen a királyod, hát akkor tudnod kell, hogy téged ne az indulatok vezessenek. Mert akkor, amikor felmérgelős elkezdesz mondani valakinek valamit, egész biztos nem Krisztus szól általad, nem? Te is tudod, világos. Annyira tetszik, ugye, hogy Árpi bácsi, ugye Huszár Árpád boxot tanít a gyerekeknek, és hát ugye olyan pillanatok alatt ugye játszanak a gyerekek, és hát ez egy férfias dolog, valamelyik a másikat orba, hát hogy mondjam, sújtja, és a szegény látom pillanatokat, összezavarodik a szemébe, a fény is felmérgelődik, és akkor elkezd csapkodni, és Árpi bácsi kiveszi a ringből, elvesztetted az ön uralmadat. Ennyi volt. Elvesztetted a meccset. Mert tudja jó, hogy az az ember, aki indulatosan kapkod, csapkod, az biztos, hogy alul marad. Most a gyereknevelésben, de a mindennapi munkában is. Hogyha mit tudom, elejtettél valamit, s eltörött. Persze, hogy dühös vagy magadra. Uralkodjál. Én azt gondolom, hogy egy gyereknek szépen, nyugodtan, higgadtan elmagyarázok, hogy mit, miért nem jó tenni. Hamarán megérti, mint hogyha elkezdesz kiabálni. Rajta kaptál egy gyereket hazugságon. Nem jó. És el kell mondani, igen, hogy ma hazug, mi ma füllentesz, és holnap egy hamis ember lesz, egy hazug ember. Mert a kis hibák is, amik benned vannak, olyanok, mint a kis búrján gaz, hát kicsi egy darabig, de az minden nap nő. És végül már hatalmas, erős gaz lesz, amit nem tudsz te úgy kihúzni kézzel. Igen, el kell mondani a gyereknek, de valahogy mint az orvos, aki tudja, hogy hát azt a, mit tudom, ezt a gyúlott vakbelet, ha benne hagyja, az kifakad, és az illető meghal. Ki kell azt venni, és szépen bemosakodik, és mosolyog. Kivették az epémet, olyan jópofa volt az orvos, hát végig viccelt. Én azt hittem, hogy na, hát meg is élünk ebből, hogy viccelődünk. Azt, hogy az orvos na, megvizsgált, azt a kedves nővének, hogy az atyát borotválja meg. Hát mondtam, doktor úr, reggel megborotválkozta. Azt mondta, nem ott, nem ott, nem tudom miféle. És szépen elment. Én azt hittem, hogy meg is gondolta magát, mindent. Hát egyszer visznek. Oda mentem olyan 10 óra felé, és fél egy komá. Nem csak, hogy megvizsgáltak, hanem már túl voltam mindenem. Na. És aztán délután bejött a doktor úr, na, hogy vagyunk, és hogy vagyunk? Nem volt benne indulat, harag, hogy most szombat délutánját én elrontottam, és kellett volna menjen ide, és oda, és a franc egye meg, és ilyenek ezek a mai emberek. Nem. Végezte profi szinten a dolgát. Na most ezt kéne megtanuljuk, testvéreim. Isten országát, ha akarod építeni, parancsolni tudnod kell magadnak. Igen, jöjjön el a te országod, mondjuk a mi atyánk, ad veniat regnum tuum. Igen, eljön Isten országlása a te életedbe, ha legyőzöd a kishitűségedet, a félelmeidet, ha megtanulsz összpontosítani, fókuszálni, tényleg arra, amit Isten elvár tőled, és hogyha hát az Isten útjáról se a harag, se a nagy képűség, mert arról is lehet beszélni, mikor valakire ugye felnő, zorrát nagyon felhordja, hogy már 2-3 gólt rugott, akkor azt gondolja, ő már az aranylabdás, Eusebius. Aztán kiderül, hogy mégse az. Ha ezeket mind le tudod győzni, akkor lassan, szépen, igen, Isten országa elkezd épülni a te szívedbe is. És igen, Krisztus lesz a te királyod. Hát én szívből azért imádkozok ebbe a szentmisébe, hogy tényleg
mindannyiunknak, kicsinek, nagynak, mindenkinek, Krisztus legyen a királya. Hogy a szeretet Istene vezesse lépteinket, döntéseinket, szavainkat, és ne a félelmeink, ne a haragunk, ne a csapongó fantáziánk, vagy a indulataink, hanem igen, a Teremtő Isten, aki tudja, mi a legjobb, mi a legfontosabb, mi a leghasznosabb mindannyiunk számára. Amen.